Ugye egyedülálló anyaként nevelted hosszú éveken keresztül a fiadat, és mint ilyen észreletted magadon azt, hogy esetleg kompenzálsz, hogy mindent meg akarsz? Persze, nagyon sokat, persze. És ez rájöttem, hogy mennyire veszélyes. Mennyire veszélyes, mert ő akkor hogy fogja megérezni azt a bizalmat, hogy joga van tévedni, joga van elesni, és majd ő eldönti, hogy hogy áll föl, és hogy érzi meg azt, hogy neki is van ereje, és nem kell hozzá állandó az anyukája, hogy majd ő körül bugyolálja, tehát már nem ezt tartom szeretetnek. Igazi helikoptermama voltál sokáig? Igen, és ez nagyon nem jó. És hogy tudtál erről lemondani? Mert azt láttam, hogy egyre nagyobb feszültséget szül. És akkor elkezdtem arra figyelni, hogy én mit csinálok, vagy ez miért ekkora ellenáll. Hát hiszen jót akarok, hát hiszen én őt... ezekkel a kapcsolatos tapasztalataimat ezért jó sűrűn beleírtam a majdnem tökéletes boldogságba.